Non-stop, it's a continuous show. Stay as long as you like, well downstairs. Hello everybody, itt Bárd István a Szabad Európa Rádió 7-es stúdiójából. 20 év világsiker. A Rolling Stones 1964-1984. A Rolling Stones együttes története abból az alkalomból, hogy két évtizeddel ezelőtt készült el a gördülőkövek első slágerlista vezetője, az It's All Over Now, mindennek vége. Mindennek vége, a dal, ami az angol slágerlistát 1964 júliusától vezette. Egyszer volt, hol nem volt, a Londontól nem túl messze fekvő Dartford városkájában egy Michael Philip Jagger nevű kisgyermek, aki 1943. július 26-án az oroszlán csillagképében látja meg a világot. Jellemében semmi feltűnő nem tapasztalható. 10-12 éves korától, ahogyan ez akkoriban természetes, vonzódni kezd az Amerikából felcsendülő rock'n'rollhoz, tutti-frutihoz, Elvishez, főleg Chuck Berryhez, kinek lemezét zseppénzéből egyenesen Amerikából rendeli meg, mert a fejlődésben kissé lemaradó vénöreg Európában ilyesmíg Angliában sem kapható. Meg is ír el beszállni az iskolai zenekarba, erről azonban nyomban lebeszélik,
ilyen hanggal nem lehet, mondják neki. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Of abuse, singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. Nem mindig sikerül, amit az ember szeretne. Énekelte jóval később 1969-ben Let It Bleed, Hadd vérezzen című albumán Mick Jagger. Ott tartottunk, hogy az iskola zenekar elutasítja énekesi kérvényét. Mick, vagyis Mikike, ezt nem adja annyiban. Dick Taylor nevű iskolatársával a saját együttesét szervezi, Little Boy Blue and the Blue Boys néven. A csoportnév arra utal, hogy Mick és társai főleg a Chicago bluesért, a chicagói blues zenéért lelkesednek. Csak egyetlen hallgatójukról tudnak a krónikások, Dick Taylor édesanyjáról, aki a csoport zenei kísérletezéseit odahaza kénytelen elviselni. Az útkeresgetés éveinek főbeseménye abban áll, hogy egy tornaórán Mick nem figyel oda, le is harap egy darabkát nyelvéből. A csoport többi tagjai azonban ezt nem veszik zokon, sőt úgy vélik, Mick énekstílusa ezáltal még egyénibb, eredetibb lett. Always
Time is on my side. Az idő nekem dolgozik. Ismerte fel már 1965-ben Mickey Jagger, illetve a Rolling Stones. Az érettségivel zsebében Mick darab ideig azon tépelődik, újságíró legyen vagy lemezlovas. A dilemmát Salamoni módszerrel oldja föl, beiratkozik Anglia legnevesebb közgazdasági egyetemére, a London School of Economics-ra. Belátja, hogy az üzleti életben menedzserként kell elhelyezkednie. Stones 1965-ös évjárattal, Heart of Stone, szíve kőből van. Divatos, kötött zakóban, hozzáillő nyakkendővel közlekedik Mick Jagger nap mint nap, ingázóként Dartford és London között az egyetemi előadásokat hallgatandó. Még egy reggelen beszáll ugyanabba a kocsiba egy teljesen topis, farmerandrágos egyed, nyakkendő helyett gitárt visel. Ugyanolyan idős, mint Mick, sőt, ismerik is egymást, halványan, az elemiből. Mindez azonban még nem volna ok, hogy szóba eledjenek. A topisnak azonban föltűnik, hogy Mick keze hanglemezeket szorongat. Szakértő szeme nyomban megérti a legfelül olvasható nevet, Chuck Berry. Társalgás következik, és mielőtt a topis néhány állomása később leszáll, a biztonság kedvéért közli, beszáll a Little Boy Blue-ba. Egy csapzott fiatalembert úgy hívják, hogy Keith Richard. Go, go!
Brown Sugar, barna cukor, a Rolling Stones 1971-ből. Arról a bizonyos London felé tartó vonatról Keith Richardot, egy képzőművészetének becézett, valójában más tanintizedekről eltanácsolt vadócokat tömörítő iskola felé viszik léptei. Ide rövid önmeghasonlás után került. Korábban egy gyermekkórusban volt sztár, egy ízben még a Royal Albert Hallban is fellépett, de aztán, amikor hangja mutálni és ezzel egyidejűleg recsegni kezd, eltanácsolják. Ez megviseli. Nem lát más kiutat, mint hogy az édesanyja által megvásárolt gitár húrjait téptesse meglehetősen állandó jelleggel megszállottan. A tananyaggal így nem nagyon tud lépést tartani. Vásott híre is megy, az iskolából kiküszöbölik. Így kerül a másikba, ahol rövid idő után már szintén gyanakodva figyelik. Ilyetén előélet dacára az úriembernek számító Mick tártkarokkal fogadja a Little Blue Boy próbáin, és miután letudják a mindennapi zörejt, magukból kiszakadva vitatják imádott félisteneik, az amerikai blues mesterének visel dolgait, nem sejtvén, mi zajlik alig 30 kilométerrel odább, London városában, Alexis Corner konyhájában. Thank you.
Ez volt 1969-ből a Gimme Shelter, agyszállást, vagy érthetőbben hadd csövezzek nálad.